Jövőre is jövünk. I will come back the next time. Minden évben, amikor tudunk, kijövünk. ...2016 fogászati eseménye, amire mindenki kíváncsi volt, aki fejlődni akart. Rég megtanult dolgokat kissé felfrissítjük. Igazából az újdonságokról is azért ízelítőt kapunk, új termékeket lehet megismerni, és hát a kreditpontszerzés. Tegnap a Jason Smithson doktor úrnak a Hands-on kurzusát volt szerencsém megnézni, meghallgatni, illetve ma a Gianfranco Politano úrnak az előadását szintén meghallgatni. Például találkozni régi kollégákkal, új kollégákkal, az előadásokon részt venni, új tapasztalatokat szerezni. Nemzetközi előadások, valódi tudás, szakmai siker. Nyilván a jó pap is politik tanul, tehát ezért szükséges nekünk is a különböző továbbképzés, ismeretanyagainak a bővítése. Ezt szoktam, vagy hát megpróbálom mindig átadni az előadásaim során is, hogy az emberek erre valahogy hangolódjanak egy kicsit át. Tehát azt gondolom, hogy a mai magyar fogorvos társadalomban ez nem annyira épült még bele. Sajnos nagyon sokszor találkozunk azzal a szemlélettel, hogy hát én így csinálom ezt 20-30 éve, és ez bevált, az elmúlt 200 paciensem, ez nagyon jól működött, akkor holnap is így fogom csinálni. Az én szemléletem szerint ez nem biztos, hogy megállja a helyét. Nagyon-nagyon boldog vagyok, minden vállalkozás felülmúlt az, ami itt történt. Az előadásnak nagyon jó volt a visszhangja, az egységes koncepció az előadáskon végigvonult. Rengeteg kérdést kaptunk, ami Magyarországon, mint tudjuk, az nem nagyon divatos. A reggeli előadás az megpróbálta áttekinteni azt, hogy egy fogorvosnak miféle tudásokra, milyen ügyességekre, milyen ismeretbázisra van szüksége ahhoz, hogy sikeresen végezhesse a munkáját. Ezek igen nagy számúak, tehát nagyon sokrétű a mi hivatásunk, csak látszólag egy úgymond fogfelső részkészítés. Valójában, ha valaki komolyan veszi, akkor a fizikától, biológián át, a biomechanikán keresztül, a fizioterápiáig, neurológiáig nagyon sok aspektusát kell ismerni a gyógyításnak. Gerlóci Pál tanár úrnak az előadásán voltam tegnap, ma pedig a Ján Hajtónak az előadását hallgattam meg. Az implantológiai előadásokon az jó volt, nagyon színvonalas. Három kontinens, 300 gyártójának ajánlatai. A workshopok és a hands-on kurzusok teljesen tele voltak, volt dokumentációs workshop, preparálás workshop és mikrosebészeti hands-on. Most beszéltem az előadóval és a résztvevőkkel, mindenki boldog, és szombat délután van, és mindenki úgy megy haza, hogy még egyszer szeretnék rá eljönni. Úgyhogy jövőre folytatjuk. Az új technikákat, tehát az új műtéti technikákat lássuk, meg a különböző cégeket. Talán az országban itt van a legtöbb lehetőség arra, hogy a különböző cégekből lássuk, hogy miket árulnak, milyen kedvezmények vannak, hol a későbbiekben. Ha rendelni szeretnénk, akkor ez mindenképpen jó. Egy jó kapcsolatot tudunk kialakítani a kereskedővel. Nagyon tetszik a kiállítás, nagyon sok kiállító van, sok ember, úgyhogy igazán motiváló. Nagyon tetszik egyelőre, tehát tegnap is voltam, ma is vagyok, de nagyon hasznosnak tartom. Örülök, hogy feljöttem. 7168 látogató, 2973 kongresszusi résztvevő, 300 gyártó. Nagyon megdöbbentő volt számomra, hogy amikor bejöttem az ajtón, hiszen nem gondoltam, hogy az esemény ilyen óriási méretű. Ez azt jelenti számomra is, hogy az egészségiparban eltöltött szerepe a szakmának az jól látszik, jól demonstrálja az a mért, ami kint látható, hogy mit is jel Magyarországon ma a fogorvoslás az egészségiparon belül. Szeretnék gratulálni a szervezőknek, hogy ezt a csodát ezt összehozták itt néhány nap alatt, ami itt ebben a hatalmas csarnokban található, és remélem, hogy jövőre ugyanitt és ellen fogok találkozni. Köszönöm a figyelmüket! Van annak létjogosultsága, hogy megfelelő marketing tevékenységgel és információküldéssel ki tudjuk szélesíteni azoknak a fogorvosoknak a körét, akikre felhívjuk a figyelmét a további lehetőségekre. Tehát van ebben még potenciál. Dental World Hungary. Már készülünk 2017-re. You have great names here, international, and
It's everyday work. It helps you. Jövőre is jövünk. I will come back next year. Jövőre jövök. Jövök jövőre is, igen. Jövőre is jövök. I will come back the next time. Jövőre is jövünk. Jövőre is jövünk mindenképpen. Jövőre jövünk újra.